Tarjányi Péter a következő vendégünk, biztonságpolitikai szakértőként szoktuk ugye leggyakrabban bemutatni. Tulajdonképpen így is bemutathatunk téged, persze. Mert szerintem aki téged ismeri, ismeri és a te munkásságodat is ismeri, az pontosan tudja jó, hogy te nem csak ugye akkor exponálod magad, amikor beszélni kell valami fura belpolitikai, külpolitikai, biztonságpolitikával kapcsolatos hírről, eseményről, hanem írsz, publikálsz. Így van. És hát ez most egy nagy fordulópont a te életedbe, mert van most neked egy olyan könyved, ami nem friss, nem új, de most megint friss. Hát igen, ilyen szempontból ez régi egy új. Régi új. Egyrészt az elmúlt évek nagyon-nagyon komoly munkával teltek, tehát az elmúlt 9 évben csak Magyarországon 10 kalandregényünk, történelmi kalandregényünk jelent meg Dosek Rita írótársammal. És hát mi ugye azt mondtuk, hogy nem csak Magyarországon szeretnénk megjelenni, hanem külföldön is, és hát ebből adódóan egy nehéz utat választottunk, hiszen a magyar nyelv csodálatos, csak hát azért a világban annyira nem ismerik, hogy különböző nyelvekre lefordítassuk a könyveinket, és számtalan könyvünk megjelent, tehát például a Balkán agynyalai, az Ördögi kötelék angol, spanyol nyelven, a Felejtés bűne című könyvünk héber nyelven, és hát megjelent most az Egyesült Államokban a legújabb könyvünk, ez a harmadik könyvünk, ami megjelenik az Egyesült Államokban, a Pápa emberei. Tehát rengeteg olyan történés volt az elmúlt 9 évben, amihez kapcsolódóan azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy te is fogalmaztál, a biztonságpolitika mellett azért egy kicsit más területeken is megmérettettünk és dolgoztunk. Ha már más terület, ugye azt mondtad az előbb, hogy kalandregény, történelmi kalandregény, szóval, de azért, ha az ember picit beleolvas, azért, ha nagyon akar, talál, hát a valóság, tehát van kapcsolat azért, hogy persze, a valóság és a... Így jó. Ez így jó, szóval, hogy mennyire van ebbe benne a politika, a közélet, és mennyire erős a fikció része? Nagyon-nagyon benne van a valóság. Hát nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy ez az, amin keresztül az embereket meg lehet szólítani. De nem titkolt célunk volt írótársammal, hogy egyre többen olvassanak a fiatalok oldalára. Igen. És hát az az igazság, hogy ezeket a, hogy fogalmaztál, Robi, hogy publicisztikák, azért a fiatalok egy része elsősorban a színesebb világot szereti, és mi azt gondoltuk, hogy ez a történelmi kalandregény műfaj, hogyha olvasmányossá tesszük, kalandossá tesszük a napi történéseket, akkor jobban bevonza. De föl lehet ismerni a napi eseményeket? Én azt gondolom, hogy eléggé jó föl. Igen. Lehet olvasni a sorok persze, között, akkor mondjuk persze, így. Persze, persze. Tehát például a Terror stratégiája című regényünknél, amit ugye a Patmosz kiadóval közösen adtunk ki, illetve hát a Patmosszal dolgozunk az Egyesült Államokban is, abszolút azokat a napi történéseket vettük, de abszolút az újságcikkekből úgymond a történéseket átemelve, és azoknak a hátterét próbáltuk megvilágítani. Igazán, amikor itt beszélgetünk, most, hogyha biztonságpolitikai témákra terelnénk a szót, akkor elmondjuk a tényeket. De az, hogy egyébként a színfalak mögött például a német kancellár miért dönt úgy, ahogy dönt, hát ezt egészen másként lehet egy könyvben bemutatni, mint mondjuk egy reggeli beszélgetésben. Azt akarom tőled kérdezni, én nem tudom, hogy te mennyire vagy jóba, de nincs is jelentősége ennek egyébként Réti Lászlóval. Okay. Mert ugye ő rendőr volt. Elhatározta azt, hogy ő írni fog. És zsinórban jelennek meg ugye az ő regényei is. Miért hozom ezt szóba? Azért, mert ti, akik ugye nagyjából ebből a világból vagytok, nagyon sok mindent tudtok, amit mi nem tudunk, sok mindent előre tudtok prognosztizálni, ami nagy valószínűséggel meg fog történni, és arra vagyok kíváncsi, hogy írtál-e te is olyat, amit megírtál, egy kicsit úgy tűnt, mint hogy ilyen fikciós lenne, és 3 év múlva ott találjuk magunkat, hogy apám, ez van. Hát ilyen volt. A Tarjányi megírta a gyerekek, ilyen. És akkor ez még a küszöbnél se volt, vagy az ajtónál se. Ilyen volt például az Ördögi kötelék című könyvünk, Nagy-Britannia terrorhelyzetével foglalkozunk nagyon komolyan, ugye ez 2011-ben jelent meg. És 2015-16-ban azok a terrorcselekmények, amelyek Londonban bekövetkeztek, kísértetiesen hasonlítottak ahhoz, amit a könyvünkben leírtunk. Az Iszlám Állam terrorszervezet megjelenése azt, hogy Európai Unióból származó európai emberek, tehát uniós állampolgárok lesznek a terroristák új hulláma, akik megjelennek, ez 2010-től folyamatosan több regényünkben leírtuk. Tehát
Ezért mondom azt, amit kérdeztél, hogy mennyire fikció és mennyire valóság. Hát nyilvánvalóan, és hogy te fogalmaztál, nem is azt mondom, hogy van egy varázsgömbünk, amiben belenézünk és látjuk a jövőt, de egyszerűen a tendenciákat, folyamatokat az ember biztonságpolitikai szakértőként ismeri, és innentől persze. kezdve egy kalandregényen keresztül be tudja mutatni, hiszen itt nem várják azt el tőle, hogy minden úgy klappoljon, de valahol igen, és hát ezért lehet sokkal-sokkal színesebben és tágabban beszélni. Hát erre ezek szerint igény is van. Tehát abszolút, a súly igény is abszolút. Van arra, hogy az emberek ezt egy picit egyrészt meg is értsék ezeknek a történéseknek a hátterét, vagy be tudják azonosítani, hogy melyik esemény miért következik be. Az a kulcs szó szerintem, hogy az emberek szeretnek szórakozva tanulni. Tehát az, amikor nagyon-nagyon szárazan összefoglalnak kiváló szakértők egy-egy téma kapcsán, és akár könyveket jelentetnek meg, hát nagyon-nagyon sok esetben az embereknek nehéz azt úgymond végigrágni. Viszont egy kalandregény az nagyon-nagyon lényeges, amit szoktam mondani, hogy egyszerűen berántsa az olvasót az első pillanattól persze. kezdve, és így végig száguljon azokon a történéseken, amit a mindennapokban adott esetben annyira nem figyel meg. Nem azt mondom, hogy te vagy a leghiúbb ember, akit ismertem, de az mindannyiunk életében azért valahol jelen van, akik kicsit ilyen extrovertáltabb életet élünk, vagy típusok vagyunk, azért a lelkedet simogatja, ugye, hogy ez most Amerikában is megjelent ez a könyv. Ez egy óriási siker, tehát az, amikor Washingtonban a kongresszusi könyvtárban az ember bemegy és meglátja a könyveit, ez, én azt gondolom, hogy ez nem hiúság, ez valahol egy belső jó érzés. Persze. Hát, persze, és én ezt felvállalom. Még hát ilyen szempontból ez a teljesítmény, tehát én azt gondolom, a könyvírás azért csodálatos dolog, mert ezt nem lehet belemagyarázni. Tehát, hogy egyszerűen az ember vagy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni. Mi megtettük. Köszönjük szépen, Péter. Köszönjük szépen, sok sikert. Köszönjük.